A város polgármestere elmondta, az elkövetkező 5 év meghatározó lesz a település számára. Azt gondolom, hogy mindenki átélte a pandémiát, átélte azt a gazdasági válságot, amelybe keveredtünk. Én bizakodva nézek a jövőbe, és remélem, hogy ez már többet velünk soha nem fog megtörténni, és hiszek benne, hogy ezért most már tenni is fogunk, hogy ez ne így legyen. Nyilván mi nap mint nap próbáltuk túllélni a válságot, azt hiszem, hogy sikerült is túllélnünk. Ma este köszöntettem azokat, akik a pandémiát is túllélték, és ez egy nagyon szomorú dolog, hiszen nagyon sokan áldozatul estek neki. Reménykedek benne, hogy 24-et követően a fejlődés elindul, és töretlenül tovább tudjuk vinni azt a munkát, amelyre szerződtünk 2019-ben. A jövőre nézve több fejlesztést is tervez a település vezetősége. Hogy olyan infrastruktúrális elmaradásaink vannak, amelynek az elmúlt néhány évben nem tudtunk mindenféle eleget tenni. Szeretnénk az utakat felújítani, a járdákat újat építeni, hiszen ezek a legfontosabb az emberek számára is nap mint nap használják. Nagyon remélem, hogy a kerékpárutat le tudjuk fejezni Dombovár és Szőlő egy között, és természetesen vannak olyan terveink is, hogy tovább folytatva a jelenlegi szűk lehetőségeket túllépve köznevelési intézményeink fejlesztését is szeretnénk befejezni. Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője elmondta, támogatják a jelenlegi polgármestert, mint jelöltet. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt években polgármester úr és a képviselőtestület mindent megtett annak érdekében, hogy Dombovárt végre a fejlődés felé irányítsa és segítse ennek a településnek a kilábalását abból a gödörből, ahol 19-ig volt. A projektek elő vannak készítve, sokat be is fejeztünk, nagyon remélem azt, hogy lehetőség lesz egy olyan folytatáshoz, amit megérdemel ez a város. Az eseményen virágok köszöntötték a hölgyeket nőnap alkalmából.